Ez székely népmesés, mert én ilyen Kriza János gyűjtéséből szoktam általában, bár volt megszakítás, azt hiszem Móra Ferenctől is. Ez egy kicsit ilyen beiskolázós, ahogy az utolsó mondata majd utal rá, tehát viszonylag szokványos, vidámabb jellegű. A címe a Deákból lett király. Kicsit archaikusabb a szövege, tehát ez még az eredeti Krizaféle gyűjtésből van. Útra ment egy deák, és amint a mezőben ment, talált valami kipattogzott borsószemekre. Gondolta, hogy azoknak hasznát veheti, mert ő szegény legény, hiszen az apja is azt tanácsolta volt neki, hogy ami többet ér egy bolhánál, azt ha találja, vegye fel. Felszedte hát a borsót, és a zsebébe rakta. Útban elestéledett egy királyi városban. Bejelentette magát a királynál, úti költséget kért, és az éjjelre szállást. A deák jóforma legény volt, helyesen beszélt, s ügyesen viselte magát. A királynénak ez figyelmére esett, és mint hogy eladó lánya volt, úgy vélekedett, hogy hát ha ő királyfiú, leánynézőbe jött, és csak azért öltözött deáknak, hogy ne ismerjék meg. Ezt a gondolatát megmondta az urának, és a király is helyesnek vette. Ketten megegyeztek, hogy tudják, ki igazán királyfiú-e. Megmarasztották vagy két napra. Első éjszakára nem igen pompás ágyat vettettek neki, azért, hogyha avval megelégszik, úgy csak deák, ha nem, akkor királyfiú. Az ágyat megvetették az oldalházban, és egy bizodalmas emberét a király annak az ablakára állította, hogy lesse meg a deákot, mit csinál. Megmutatták a deáknak az ágyat, s ő vetkőzni kezdott egyedül, de amint vetkeznék, a borsó a zsebéből mind az ágyba hullalája. Ő keresgélni kezdi, és egyenként összeszedegetni. Hajnal lett, míg össze tudta szedni. A vigyázó nem látta, mivel dolgozik a deák, de látta, hogy nem aluszik, hanem mind csak az ágyát igazgatja, s hajnalra aludt egy cseppecskét. Azt jelentette a királynak, hogy a szálló nem aludt, csak az ágyával bajlódott. Úgy látszik, nem afféle ágyhoz van szokva. Felkelt a deák, s reggeli alatt a király megkérdezte, hogy aludt. A deák azt mondá, egy kicsit nyughatatlanul, de annak is magamvalék az oka. Ebből azt húzták ki, hogy megbánta, miért nem adta ki magát, hogy ahhoz való jó ágyat vessenek neki. Hitték, hogy királyfiú, s ahhoz léve bántak vele. Más este ismét odavetettek ágyat, de királyi módra. A deák, hogy a múlt éjjel nem aludt volt, mihelyt a fejét letette, úgy elaludt, mint a tök, virrattig meg sem moccant. Most a borsóval nem kellett, hogy baja legyen, mert azt a kis ruhája szegibe kötte volt, mikor az ágyból összekeresgélte. A vigyázó azt jelentette reggel, hogy az utazó végig jól aludt. Csak ugyan most már meghitték, hogy a deák csak deáképet vett, de királyfiú. Reáfogták, hogy királyfiú, és királyfiúnak szólítgatták. A király leánya jól járt utána a deáknak. Nem nagy dologba került, hogy magát vele megszerettesse, s ketten összekeltek. Álló esztendeje volt, hogy együtt éltek. Akkor őket felrakták, s útna keresztették, hogy a deák király is mutassa meg a feleségének a maga országát. A deák még most ijedt meg, hogy kurucosan talál járni. Szepegett, szepegett, de csak elszánta magát, hogy úgy legyen, ahogy jő, mondá magában. Elindulok vélük, s ha nem egyéb, elszököm tőlük, visszamegyek a kollégiumba. A deák köntös soha nem hagyta el magától. Elindultak, s addig mentek, míg egy nagy erdőbe érnek. Ott egy helyt a deák félremegyen, s egy mély árokban vetkőzni kezd, hogy a deák gúnyába öltözzék, s elszökjék. Éppen ott hevert egy hétfejű sárkány, s ez őt megszólította. Ki vagy? Mit keresz itt? Mit akarsz? A deák elbeszélte a sárkánynak az egész dolgát, s azt is, hogy most épp szökni akar el. A sárkány azt mondta reá. Nem szükség elszökni, kár volna. Csak folytasd utadat, s amint az erdőből kiérsz, meglátsz egy lúdlábon forduló rézvárat. Menj be abba, s lakjál ott békével feleségestől, kutyástól, macskástól. Addig, amíg a vár mozogni, s forogni kezd. De akkor aztán kotródj onnan, mert akkor én megyek odahaza, s ha benne kaplak, vége az életednek. Visszament hát a deák az úti társasághoz, s tovább utaztak, míg az erdőből kiérve a várat meglátta. Oda mind bementek, s megtelepedtek, mint az övébe. Jól találták magukat két esztendőn keresztül, s a deák maga is hinni kezdte, hogy ő már igazán király. De hát egyszer a vár csak mozogni, forogni kezd, nagy gyorsan.
meg búsulodeák, kimegyen a vár élére, ott sétál nagy búsan fels alá. Talál ott egy vén banyót, aki azt kérdi tőle, mi bajod van, felséges király? Az a baj, anyó, azt mondja a deák, nem vagyok király, de mégis annak kell lennem. Elbeszéli egész dolgát mostanik. Az még nem baj, fiam, mondja a banyó. Köszönt, hogy nem titkoltad el előlem a dolgodat. Én a kuruzsos királyné vagyok, a hétfejű sárkánynak a legfélelmetesebb ellensége. Azért azt tanácsolom. Igen hirtelen süttess egy cipót egymás után 7 sütéssel, azt a cipót mindenkor legelőbb tétesd a kemencébe, s legutoljára vétesd ki, azt holnap reggel, amikor a hétfejű sárkány megérkezik, tétesd ki a várkapuba, s az a sárkánynak úgy megfelel, hogy téged sosem fog háborgatni, s a vár mindenestől neked marad. A deák a cipót éppen úgy elkészítette, s már éjfél után 1 órakor a cipó ki volt téve a várkapuba. Mikor a nap bújt fel, a hétfejű sárkány a várkapura ment, de őt a cipó így szólította meg. Hó, itt én vagyok az őrző, ide az én engedelmem nélkül nem mehetsz bé. Ha bé akarsz menni, előbb ki kell állnod azt, amit én kiállottam. Nekem ide csak bé kell mennem, azt mondja a sárkány. Micsoda próbákot állottál ki hát? A cipó elbeszélte, hogy őt, mikor mag volt, felásott földbe takarták, elrothat, kikőtt, fölnőtt, sok hideget, meleget, esőt, havat kiállott, mégis megtermett, levágták, összekötözték, megcsépelték, összemorzsolták, meggyúrták, aztán 7-szer egymás után, mindannyiszor minden társainál előbb a tüzes kemencébe bevetették. Ha ezt mindig kiállod, akkor hiszen béjereszlek, de máskülönben ide nem bé. A sárkány, tudva, hogy mindaz ki nem állhatja, úgy neki haragudt, hogy mérgében kihasadt, s így elpusztult. A deák pedig attól fogva annak a várnak az ura lett. Apósa és anyósa halála után 2 országnak lett királya, s ha meg nem hót, ma is uralkodik. Itt a lényeg. Ha tudnám, hogy ilyen szerencséssel járok, mint a deák, én is a mái szentséges nap beállanék deáknak. Köszönöm szépen.